Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 264. dicséret első versét. A 264. dicséret első versével magasztaljuk a mi Urunkat. A dicséret első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Következő éneket, Jézus, a mi oltalmunk, kezdettel. Jöjjetek, csendesedjük el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálával hajtunk fejet te előtted mai délelőttől, mert szeretnénk megköszönni neked
hogy valóban oltalmunk és erős várunk vagy. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy megtartottad a mi életünket az elmúlt hetekben, hogy betegségeinkben gyógyítunk, szomorúságainkban vigasztalunk voltál. Köszönjük, hogy ma, e különös napon újra összegyűlhetünk, itt lehetünk hajlékodban. Köszönjük, hogy ünnepnap a mai. Ünnep azért is, mert újra kinyithattuk templomainkat, újra összegyűlhetünk közösségbe. Ünnep azért, mert köszönhetjük az édesanyákat. Istenünk, arra kérünk most, jöjj közénk szent lelked által, és eleveníts meg minden egyes írott betűt, hogy élő és szívünkig ható üzenet lehessen. Istenünk, arra kérünk, csendesítsd le háborgó szívünk és lelkünk, szólj hozzánk úgy, ahogyan csak te tudsz. Nem önmagunkért, hanem fiadnak nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján szólni kívánok közöttetek ezen a mai délelőttön, írva található Sámuel első könyvében, az első részben, az első 11 versben. Ezt a hosszabb ige szakaszt és annak magyarázatát a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. A megnevezett helyről, Sámuel első könyvéből, az első rész, első 11 verséből így szól Isten igéje. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve, Efrátai volt, Júráhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt. Egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a mélyét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál. Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken, az úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek, ura! Ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Amen. Kedves testvéreim, különös nap ez a mai. Újra megnyithattuk templomaink ajtaját, és anyák napja is van. Mint ahogy az ismeretes zenés istentisztelet, de mostani alkalom, azt jelenti ez, hogy az ige hirdetés közben is lesznek énekek, legyen tehát kéznél majd az énekes könyvünk. Anyák napja van, az édesanyák vasárnapja. Ma minden jó érzésű ember az édesanyjára gondol. Ha teheti,
ezt virággal, kedveskedéssel, simogatással vagy öleléssel kifejezésre juttatja. Ha nem teheti, mert az édesanyja földrajzilag távol van tőle, akkor nyilván fölhívja telefonon. Ha pedig már telefonálni sem tud, mert az a legdrágább asszony elment oda-átra, akkor csendben, befelé folyó könnyekkel emlékszik vissza régi szép időkre. Az alapigében egy ókori édesanya, Anna áll előttünk. Ismerkedjünk meg közelebbről ezzel az édesanyával, aki több ezer éve élt ugyan, de a problémái ugyanazok, mint a ma élő embereknek. Mi jellemezte ez az imádkozó édesanyát, és mit tudhatunk meg róla? Mindössze két jellemvonását szeretném most megemlíteni. Az egyik, ami kiderül a felolvasott fejezetből, hogy szenvedő asszony volt. Abban az időben egy férfinak több felesége is lehetett. Elkánának is kettő felesége volt. Annát jobban szerette, ahogyan írja is a Szentíró. Aki azonban ismeri azt a kort, tudja, hogy megbocsáthatatlan szégyen volt, ha egy asszonynak nem született gyermeke, Annának pedig nem született, a másiknak meg több is volt. Neki addig nem született, amíg Isten meg nem engedte számára. Éppen ezért ez a másik feleség folyamatosan rajta köszörülte a nyelvét, s ha csak lehetett, nyilvánosan is megszégyenítette, kereste az alkalmat, hogy mikor tudná megalázni. Nem egyszer fordult elő az, amit olvastam is a Szentírásból, hogy szíve tele volt keserűséggel, és keservesen sírt. Meg nem értett asszony volt. Még a férje sem érti, aki tele volt ugyan jó szándékkal, szeretettel iránta. Ostobaságot kérdez tőle, hiszen azt gondolja, hogy ezzel megvigasztalja feleségét. Miért sírsz? Miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Hangzanak a kérdések. Tipikusan olyan kérdések, amikor az ember nem érti a másikat. És milyen vaskos értetlenség szólal meg sokszor házasságokban, férjek részéről, a feleségekkel szemben, vagy éppen asszonyok részéről, a férjükkel szemben. Mennyire nem ismerjük egymást, sokszor nem is akarjuk ismerni egymást, a másikat. Nem akarjuk ismerni, és ebből adódnak a buta kérdések úgy, mint itt, ahogy Elkána is föltette ezt a felesleges kérdést, amivel csak a fájdalmat növelte. Ugyanakkor azért is szenvedő asszony volt Anna, mert úgy tűnt, hogy Isten elhagyta őt. Évek óta imádkozott gyermekért, és Isten látszólag nem hallgatta meg a kérdését. Évek óta könyörgött, vágyódott az Istennel való kapcsolatra, és látszólag nincs meghallgatás. És hogy hogyan vágyakozott Anna az Isten után, jól szemlélteti ezt számunkra énekeskönyvi énekünkből a 42. Zsoltár első verse. Énekeljük el most mi is a 42. Zsoltár első versét. A 42. Zsoltár első versét keressük meg és énekeljük. A Zsoltár vers így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Oh.
Annának volt egy olyan tulajdonsága is, ez az a másik tulajdonság, ami fénylő példaként ragyoghat előttünk. Mélységesen hitt Istenben. Megvetett, megalázott voltában is, bízott Istenben, álhatatosan, kitartóan imádkozott. Megalázott, meggyötört voltában, Isten elé kívánkozott. Nem csak gyermekért imádkozott, hanem dicsőítette az Istent. Akart vele találkozni, bízott benne, annak ellenére, hogy nem hallgatta meg a kérését. Látszólag nem hallotta Isten a kérést, Anna mégis bízik Istenben. Teljesen bizonyos volt abban, hogy Isten jó, Isten szeret, Isten igenis bölcsen cselekszik mindent. Övé minden hatalom, ő mindennek és mindenkinek parancsol, és amit akar, azt meg is valósít. Éppen ezért, mert ennyire bízott benne, kész volt elfogadni bármit Istentől, még a gyermektelenséget is. De mégsem törődött bele, hanem bizalommal könyörgött Istenhez. Abban a korban minden családra évente egyszer illett el zarándokolni az akkori templomba, és ott részt venni egy Isten tiszteleten, amin áldozatot kellett bemutatni. Áldozatot bemutatni csak az egyetlen templomban, csak a felszentelt papok mutathattak be. Ők is felmentek évente oda, és egy ilyen Isten tisztelet után történt az, amit alapigeként felolvastam. Nagy családi, baráti találkozók is voltak ezek az alkalmak. Öröm, ünnep volt minden ilyen találkozás. Itt is mindenki újjong, kivéve Annát. Azt olvassuk, szíve mélyig elkeseredett, és enni sem volt kedve, sírt. És nem akarta, hogy vigasztalják. Nem akart magyarázkodni, nem akarta elmondani, miért sír. Felállt, és látom magam előtt, ahogy visszafut a templomba, oda az üres templomba, és leborul Isten elé. És olyan szép kifejezés van a Szentírásban. Kiöntötte a szívét. Senki sem volt a templomban, csak az öreg pap Éli ült egy karosszékben a bejáratnál. Ő látta, hogy Anna szája mozog, de hangot nem ad ki. Arra gondolt, hogy részeg. Még meg is szólta. Aztán Anna elmondja, hogy ő nem részeg, csak a szívét önti ki az Úrnak, és hogy hogyan hangzott ez az imádság, ez a szívnek kiöntése. Seregek, Ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak szentelem. Öntsük ki mi is a szívünket, kövessük Anna példáját, és énekeljük most a 345. dicséret első versét. A 345. dicséretet keressük meg, és első versét énekeljük. A 345. dicséret első verse így kezdődik. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárul. Thank you.
áldás, gyönyörű imádság volt Anna imádsága. Hogy miért? Először is azért, mert olyan hatalmasnak látja Istent, amilyen ő valójában. Seregek ura! Azt vallotta meg, hogy az az Isten, akihez beszél, ő mindennek az ura. Mind a mennyei seregeknek, mind a földi seregeknek, mind pedig a sátán föld alatti démoni seregeinek, teljhatalmú, szuverén ura és parancsolója. Az övé minden hatalom ezen a világon. Óriási kiváltság ehhez a hatalmas Istenhez beszélni, és tudni azt, hogy ő hallgat minket. Ő bármit megtehet. Éppen ezért feltétel nélkül bízik a seregek urában. Másodszor is azért példás ez az imádság, mert annak látja önmagát, aki. Mély és őszinte alázat van abban, hogy háromszor egymás után is így nevezi magát a te szolgáló lányod. Ebben benne van az, Uram, teljesen tisztában vagyok azzal, hogy nekem semmim sincs önerőmből. Nem érdemlek tőled semmit. Mégis tőled kérek, tőled várok mindent, amire szükségem van. Aztán teljesen rád bízom, hogy adod, nem adod. Most adod, vagy éppen később, ilyet vagy olyat. Én a te szolgáló lányod vagyok, és alázattal borulok eléd. Harmadszor azért példás imádság ez, mert egy egészen különös gondolat szólal meg a végén. Azt mondja, ha adsz nekem gyermeket, akkor egészen neked adom. Uram, adj, hogy visszaadhassam neked. Nem magának kér. Jakab levelében olvasunk erről, hogy sok mindent kértek, és nem kapjátok, mert saját magatoknak kéritek. Anna Isten dicsőségére kéri a gyermeket. Nekem nincs senkim, akit neked szentelhetnék, de ha adsz nekem gyermeket, akkor én azt a gyermeket visszaadom neked. Nem sajátítom ki. Tisztában vagyok azzal, hogy ő a te tulajdonod marad. Azután néhány év múlva pedig valóban felvitte a gyermeket a templomba, és ott hagyta egész életére. Ebből a kisfiúból, Sámuelből pedig Izrael népének egyik legnagyobb prófétája, Isten áldott embere lett. Ilyet pedig csak imádságos szívvel lehet cselekedni. Imádságos szívvel lehet tenni ilyen elhatározást. Buzdítsuk mi is magunkat ilyen imádságra. Énekeljük most a 475. dicséret első versét. A 475. dicséret első versét énekeljük. A 475. dicséret első verse így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Thank you.
hogy milyen asszony volt Anna, imádkozó. Csendesen hordozta maga terhét, nem zúgolódott Isten ellen, nem lázadt. Amit viselnie kellett, azt viselte. Közben hűségesen imádkozott. Szoros kapcsolatban maradt mindvégig Istennel. Akkor is folytatta az imádságot, ha úgy tűnt, Isten nem válaszol, Isten nem hallgat. És furcsa asszony volt Anna azért is, mert örök időkre fénylő példája az imádkozó anyának, aki nem félti a gyermekét Istentől, aki azt mondja, én őt egész életére Istennek szentelem. Ő nem alkuszik, ő tudta, hogy a legnagyobb jó, a legtöbb, amit adhat a gyermekének, az Istennel való kapcsolat. Mert tudta, hogy az ő kapcsolatuk előbb vagy utóbb megszakad, de az élő Istennel való közössége pedig az örökké valóságig megmarad. Éppen ezért Anna nem kérdezte a kis Sámuelt, akar-e hinni Istenben, mint ahogyan nem szoktuk télvíz idején megkérdezni a gyermektől, akarsz-e fölvenni kabátot, mielőtt kimész a hidegbe. Nem mondjuk neki azt, ha majd felnősz, akkor eldöntheted, hogy kabárban vagy anélkül mész a hidegbe, mert lehet, hogy akkor nem éri meg, hogy el tudja dönteni. És milyen érdekes. A hittel kapcsolatban mégis sokszor így gondolkodnak az emberek. Annának nem volt probléma, hogy mikor kezd el hitben nevelni gyermekét, mert tudta, hogy még a fogantatása előtt meg kell tennie. Mert hittel hordozta a gyermektelenség terhét, hittel kérte Istentől a gyermeket, hittel dicsőítette, mikor megkapta, hittel magasztalta őt, amikor a karjába vette, és az Isten iránti engedelmességgel, vagyis hittel vitte el a templomba, hagyta ott, és teljesítette fogadását. És mindez egészen természetes. Egyszerűen onnan belülről fakadó módon, hadd mondjam így, felülről ihletett módon, mert egy hívő ember minden hitben tesz, akkor is, hogyha a világ szemében furcsának tűnik. Aztán a kis gyermekekből nagyok, majd felnőtt emberek lesznek. De ha imádkozó anyjuk és apjuk van, akkor az ige ott marad a szívükben évtizedek múlva is, ott lesz, és az ige magja gyökeret ver és gyümölcsöt terem. És ha pozitív példát láttak, akkor az akaratlanul is meghatározza majd egész életüket, és előbb-utóbb követni fogják a példát. Ha hangzik értük az imádság, akkor védve vannak még egy ennyire ellenséges és veszélyekkel teli világban, mint amiben most élünk mi is. Legyen előttünk ezen a mai napon és életünk végéig példa annak élete. Imádkozzuk át életünk minden egyes percét, hogy védve legyünk mi magunk, gyermekeink és minden szerettünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Jöjjetek és imádkozzunk! Urunk Istenünk, örökké való mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy példákat adsz elénk, hogy a Szentírás több ezer éves története mind a mai napig aktuális, teljesen olyan, mintha ma történne. Urunk Istenünk, elébet hozzuk egész életünket, és megvalljuk neked,
hogy mi is nagyon sokszor ilyen meg nem értett emberek vagyunk, feleségek és férjek, vagy éppen egyedül létben. Nem ért senki, és néha keservesen sírunk. Urunk, elébet hozzuk most minden keserűségünket, elébet hozzuk most minden bánatunkat, kérjük, töröld le könnyeinket. Mennyei édesatyánk, elébet hozzuk most ezt a teremtett világot, benne magyar népünket határainkon innen és túl, tarts meg bennünket. Elébet hozzuk országunk, népünk, egyházunk vezetőit, te adj számukra bölcs szívet, s hozzuk elébet a mi kicsin kis településünket, gyülekezetünket, fiatalokat, időseket egyaránt. Kísérj bennünket a te áldásoddal, adj nekünk álhatatos szívet, hogy tudjunk hozzád imádkozni, benned bízni, reménykedni, és türelemmel várni a választ. Urunk Istenünk, áld meg gyülekezetünk Kebelén lévő intézményeinket, óvodánkat, iskolánkat, a gyermekeket és az itt dolgozókat. Urunk, arra kérünk, tarts meg bennünket, adj nekünk türelmet, hogy tudjuk elhordozni a várva várt szabadulást a mostani világjárványból. Te adj a betegeknek türelmet, gyógyulást, a gyászolóknak pedig törölt könnyeit. Adj az ápolóknak, orvosoknak erőt, türelmet, alázatot. Mennyei édesatyánk, hozzuk elébed minden fájdalmunk, szomorúságunk, özvegyeket, árvákat, betegeket, nincsteleneket, légy az ő oltalmunk, amit megtartunk. Légy az úton levőkkel, légy velünk otthonainkban is. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Este. Este. Ölettél, szilódottál,
rosszat tettem. Tudtál kívánságom lesve, álmod hozzol mesét nélkül, sose múlt el este. Beszédbe is tanítottál, szívesen mesélek, elmesélem a szép napot, hogy szeretlek téged. Van a mackók, szeretik a mézet, úgy szeretlek, de drága jó anyácskám, szeretlek téged. Thank you.
Szeretettel köszönöm meg gyülekezetünk óvodájába járó gyermekeinek ezt a szép anyáknapi műsort, éneket. Köszönöm a felkészítést az óvónőknek. Szeretettel köszönöm meg az éneklést Német Lilien 4. osztályos tanulóknak, aki gyülekezetünk iskolájába jár, valamint köszönöm Györfi Hubának, aki a Pápai Erkel Ferenc Énekzenei Általános Iskolában tanul az éneklést és ezt a gyönyörű szép kürt játékot. Huba a közelmúltban kürt játékáért nívó díjat is nyert. Legyen áldott Isten ezekért a rendkívül ügyes és bátor gyermekekért, életükre, szüleikre, valamint egész családjukra Isten gazdag áldását kérjük. És köszönöm György Eszter tanárnőnek is a felkészítést. Ezúton szeretném megköszönni Barát Julianna igazgatónőnek, a Pápai Református Kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziuma igazgató nőjének, hogy vállalta, hogy elsőnek ő szólaltatja meg gyülekezetünkben, istentiszteleti közösségben az új orgonánkat, és szeretném megkérni, hogy mondja néhány gondolatot erről a hangszerről, és mutassa be azt. Magáról a hangszer is az orgona, tehát hogy ez egy csak úgy minden hangszer csoda így, ahogy ha ezt elektronikusan megformáljuk, akkor is az alap az van. És ugye ez a különlegesség, ugye három súly, mindenkit is látjuk rajta, kettő a kéznek, egy a lábnak. És akkor ennek nagyon egyszerű oka volt, ezt a hangszeresek fogják érteni, tehát hogyha az órán hangosan akarok játszani, akkor ütöm. Ugye nagyon előre és akkor szól. Belefülök a fuvolába, más a hangerek. Most ez az orgonán nem működik. Tehát ott egy ilyen egyenletes levegőt kell biztosítani, és nem lehet hangerőt változtatni. Ezért sok hangszert összeadnak, sok sipsót összeadnak. És abból születik meg az a fajta hangzás és hangerő, amit valami lehet, és ezért volt szükség erre a fejlesztették az otthonán több sorra, mert úgy lehetett összerakni, hogy ne csak egy hangszer szóljon, hanem ugye az hangszerek királyban az otthonán, mert tele van mindenféle hangszerekkel. Egyébként tehát ez a hangszer inkább és ugye vannak rajta mindenféle billentyűk, és tulajdonképpen ezek azt jelentik, hogy egy-egy sípsort hozzákapcsolódik, tehát mindig egyet hozzá, és ugye ekkor alakul ki ez a különleges hangszer, tehát nem működik. Mutassak, hogy mondjuk, amikor valami egyszer. Volt elképzelhető.
és én azt gondolom, hogy biztosan nagyon jó szolgálatot fog tenni az Isten tisztelet és a különböző ünnepi alkalmak kísérésében, és hát azt meg már most már eldöntik, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy szép, vagy nem szép, vagy emeli a hangulatot, vagy segíti az embert abban, hogy valahol elmélyedjen, és Istenhez közelebb jusson. És akkor most szeretnék egy egyszerű kis bakdarabot mutatni. Ez a fénykorak volt az utómai kétéseken az egyik. Ez a Johann Sebastian Bach korszaka, és aztán majd a 19.-20. Század elején jön a másik szakasz. Hogy egy kicsit hallgassuk meg így a hangszert, egy ilyen csendesen visszafogottat részében, és megítélem, hogy a legvégén, mikor vége lesz az állít nektek, akkor bekapcsolódva el mindent, amit lehet, és akkor úgy két templom felújítására pályázatból és nagyobb részt adományokból 35 millió forint áll rendelkezésre, mely a tetők és a nyílás zárók cseréjére lesz elegendő. Amit már korábban is hirdettük, lehetőség van arra, hogy a további felújításokat adományokkal támogassuk, és az erre szánt adományainkat a gyülekezetünk pénztárába tudjuk befizetni. A munkálatok, láthatjuk, az alsói templomnál kezdődtek, és amíg ott be nem zárulnak a munkálatok, addig csak itt, a felsői templomban tartjuk az Isten tiszteleteinket, és amikor majd itt tartjuk a munkálatokat, amikor itt kezdődik és folytatódik a felújítás, akkor pedig csak az alsói templomban tartjuk majd az Isten tiszteleteinket. Ezeket a híreket adjuk tovább azoknak is, akik most nincsenek itt közöttünk, hogy értesüljünk róla, hogy nehogy egy bezárt templomhoz érkezzünk Isten tiszteletre. Örömmel hirdetem továbbá, hogy adományokból mindkét templomunkban lecseréltük az elmúlt hetekben a harangvezérlést mai korszerű eszközökre. Ez azt jelenti, hogy internet, telefon segítségével is bárhol a föld kerekén tudunk harangozni, és hajszál pontosan működnek. Isten áldása kísérje a jókedvű, adakozó életét. És mint ahogyan látjuk és halljuk, megérkezett gyülekezetünkbe ez az egyedi, virtuális orgona, azért egyedi, mert ebből valóban nincsen másik, teljesen élethű hangzása van. Az eredeti hangzás, az eredeti orgona Angliában, Birminghamben, a Szent Anna templomban található. Annak minden egyes sípjának a hangja digitalizálva lett, és egy számítógép vezérli ezt az orgonát. Ez az orgona lehetőséget kínál arra is, hogy a későbbiekben, amikor már a járvány engedi, orgona koncerteket is tarthassunk. Az utóbbi hetekben a karzaton lévő orgonánkat felmérettük egy orgona építő céggel, és megtudtuk azt is, hogy a régi orgonánk teljesen egyedi. Nincs belőle másik a Kárpát-medencében.
Hiába Ország Sándor orgona építő készítette, ami volt, az teljesen elpusztult a háborúban az összes. Csak ez az egy darab maradt belőle, jövőre lesz 110 éves. Ha fel tudnánk újítani, restauráltatni ezt az idős orgonát, akkor az új virtuális orgona átkerülne az alsói templomba, hogy ott is emelje az Isten tiszteletet. Szeretnénk valóban felújítani és eljutni ahhoz, hogy amikor 110 éves lesz az orgonán, újra megszólalhasson teljes hangerővel, teljes pompájában, és ha jól tudom, már nem lesz senki olyan, aki hallhatta az eredetiét. Valóban nagy feladat, nagy kihívás, önerőből nem fog működni, egy közel 10 millió forintról beszélünk. Éppen ezért a mai persely adománnyal ennek az orgonának a felújítására kezdjük el a gyűjtést, és a későbbiekben is majd terveink szerint, ahogy említettem, orgona koncertekkel, a virtuális orgona segítségével igyekszünk ezt az összeget előteremteni, hogy jövőre akár már anyák napján a karzaton lévő hangszer, a hangszerek királynője szólalhasson meg. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig záró énekünket énekeljük el, és azután hallgassuk meg azt a bizonyos darabot, amiben teljes erőben megszólal az orgona. A 422. dicséret első versével zárjuk Isten tiszteletünket, emlékezve az elköltözöttekre, emlékezve azokra az édesanyákra is, akik már nincsenek közöttünk. A 422. dicséret első verse így kezdődik: Hadd menjek, Istenem, mindig feléd.